És először Diós Győrben, tehát hazai környezetben. Még egy érdekesség, hogy Ivan Radosvéd, amióta ő bekerült a kezdőcsapatba, azóta nyer a csapat, és azóta nem kap gólt, ez 466 perces góltalansági rekord, egyébként 450 perc ebből az övé, és ezzel Rados átadta a múltnak Tamás Gyula 1976-os diósgyőri rekordját, tehát most már ő a klubrekorder. Időközben elkezdődött a mérkőzés, Kádár Tamás, előtte pedig az a George, akinek védekezésben speciális feladatot szán Weber György. A csúcs ék egyébként Harsányi lesz, és az ő feladata az, hogy a belső védők közül indulva mozogjon ki a jobb, illetve bal oldalra. Jól játszott Harsányi, Pakson ember hátrányban is, de ez elmondható a teljes mezőkövesdi csapatról. Eperjesi. Fótyik, aki járt itt próbajátékon egyébként a nyáron Diósgyőrben, együtt edzett a csapattal, de aztán nem szerződtették. Ő Kazincbarcikán töltötte az előző szezont, és már a télen lehetett arról olvasni, hogy több klub érdeklődését is felkeltette a teljesítményével. A Diósgyőr is ezen klubok közé tartozott. Éles bedobása. George-nak csúsztatják tovább a labdát. Kádár nem rúgja el, hanem megpróbálja kivezetni, de nem jár sikerrel. George középre. Hosszú a labda átvétel. Kismáté tűnt fel a 16-oson belül. Itt van Tomislav Szivics, akinek volt már ennél hosszabb győzelem sorozata is. Izlandon 2-10-ben is 7 meccse nyújtott a csapatával a győzelmi szériát. Közben Rados védi Harsányi lövését. Harsányi 3 gólos, 3 egymást követő meccsen szerzett gólt a Honvéd, a Kaposvár és a Paks elleni találkozókon. Ezen a 3 meccsen szerepelt egyébként a mezőkövesdben, nem kezdett olyan nagyon rosszul. Gohér, aki beverekedte magát a kezdőcsapatba, és megragadtott, holott sokáig nem nagyon kapott lehetőséget Gohér Gergő. Az előző 2 meccset viszont végig játszotta. Futács harcol a labdáért, de alul marad ebben a csatában. Szalaival küzdött. Bognár Tamás, a mérkőzés játékvezetője, csak a rendkedvéért Kispár Róbert és Berettyán Péter a 2 asszisztens, az alapvonali játékvezetők Solymosi Péter és Urbán Eszter, míg a tartalék játékvezető Horváth Róbert ezen a mérkőzésen. Harsányi elől rúgják el a labdát Vadász révén. Likházi, ő is 3 gólos egy év iránt. Ezzel házi gól király a DVTK-nál egyelőre. Utács vetette oda magát a labdáért, aztán Kostics elveszíti, Gohér. Utács, Fótyik, ügyesen pöttyinti tovább fejjel, Pilibaitis. Fótyik, el is lőheti, megteszi, Rados véd. Fótyik korábban szerepelt a szlovák 21-es válogatottban, a Zsolna adta kölcsön több ízben is. Így például Kazincbarcikára. Ő is menet közben igazolt egyébként Mezőkövesdre. Egy meccset a cserepadon töltött, aztán viszont bekerült a kezdőbe, és az előző 4 mérkőzésen végig ott volt a pályán Fótyik. Abdurrahman. Eperjesi. Jól teszi be a védők mögé a labdát, Nikházi. Picit hosszú lett neki. Mikházi nyilatkozott arról, hogy nagyon könnyen ment számára a beilleszkedés. Gyorsan megértette magát a szurkolókkal, a játékos társakkal is Diósgyőrben. Ő egyébként duplázott Kaposváron, és tulajdonképpen ő teljesítette Tomislav Szivics kérését azon a mérkőzésen, hogy szerezzenek gyors gólt, mert az majd megviseli a Kaposvárt. Fótyik. Két magas védő a mezőkövesdieknél, de Futács mellett szinte elveszik, mint Fótyi, mint pedig Szalai. Az nagyon szép csel Nikházitól, Szalai fejeli ki a labdát, de középre Abdurrahman. Aki sérüléséből felépülve gyakorlatilag azonnal visszakerült a csapatba.
Ez a hatodik meccse a Kameruninak ebben a szezonban. Itt van Horváth Tamás, 2010 márciusában egy Honvéd-Újpest mérkőzésen, pontosabban egy Újpest-Honvéd mérkőzésen debütált. Aztán abban a szezonban még védett egyszer Nyíregyházán, a Honvéd ellen kikaptak Nyíregyházán döntetlen. Majd a 2010-11-es szezon utolsó fordulójában a Videoton elleni hazai 1-0-ás győzelem alkalmával ő védte az Újpest kapuját, aztán sokáig semmi Balajca mögött, míg nem, most be kellett szállnia, és nagyon-nagyon jól szállt be Szántai helyére. A csakfoci.hu-nál egyébként ő lett a hét cseréje. Két olyan játékos is van egyébként a pályán, Foltyik és Nikházi, akik ugyancsak a csakfoci.hu-nál bekerültek a legutóbbi forduló válogatottjába. Nem volt kint a labda, Abdurrahman. Barci lép vissza labdáért. Futács, Foltyik. Szépen szerezte meg Foltyik. Hegedűs, Farkas. Nem elég pontosak most a passzok. Azt mondta Weber György, hogy természetesen nem akarják, de számítanak arra, hogy nyomás alatt játszanak majd. Nagyon stabil középpályát igyekezett összerakni, de olyan játékosokból áll ez a középpálya, akik azért tudnak futballozni, ahogyan Weber fogalmazott. George kap szabadrúgást időközben. Búrány két évet töltött Diósgyőrben, 39 mérkőzésen szerepelt 2008 és 2010 között itt a mezőkövesd jobb hátvéd. Rados hajítja ki a labdát a bal oldalra, Gohér. A közeliképen pedig Kosticsot láthattuk. Kostics. Gohér egyből jó helyre. Az sem rossz. Futács épp, hogy lemarad róla. Nagyon nagy meglátás volt Gosztonyitól, akiről még nem tettem említést, és aki először kezdő hosszú-hosszú sérülés miatti kihagyás után. Pazarlabda volt, egy icipicit maradt le róla Futács. Ők ketten egyébként az U20-as válogatottban csapattársak voltak a junior világbajnoki bronzérmet hozó tornán. Itt van egyébként a stadionban az akkori edzőjük, Egervári Sándor is, a mostani szövetségi kapitány. Szép cselek Harsányitól. Az ő lendületessége sokat jelentett a mezőkövesnek. A Paks elleni mérkőzésen ember hátrányban is. George. Foltyikhoz hátra. Foltyik. Burány. Gosztonyék lezárják a területet előtte, jó a csel azonban, Burány. Nem történt szabálytalanság, Abdurrahman volt, aki odalépett Kisnek. Tüzsögnek egyébként azok a játékosok, akik az 20-as világbajnokságon szerepelt csapatban játszottak, illetve azt megelőzően az U19-es EB bronzérmes együttesben. Mikházi is ahhoz a korosztályhoz tartozik. Nincs ott most a keretben a hazaiaknál, de Takács Péter is. Ő eltiltás miatt hiányzott az előző fordulóban. Aztán most kimaradt a keretből. Valóban, ahogyan Tomislav Szilics is elmondta, és Kovács Zoltán a Diósgyőriek honlapján, most már a keretbe kerülésért is óriási a harc Diósgyőrben. Itt van Egervári Sándor. Barci. Abdurrahman, Gosztonyi, aztán Barci. Gosztonyi. Szép labda átvétel után. Gosztonyi és Szalai. Utóbbi elkotorja végül a labdát. Gosztonyi pedig szabálytalan Buránnyal szemben. Alapember a szerb Kostics. Kiállították az MTK elleni hazai mérkőzés első fél idejének hajrájában, az azt követő meccset kihagyta, azóta azonban kihagyhatatlan. Abdurrahman Kis, ő is azok közé tartozik, akiket már soroltam,
az 20-as VB bronzérmes csapattagok. Éles középre. Gohér jól oldja meg fejjel. Kostić. Barcival játszott össze. Kostanyi. Gohér. Burány. Barci passzát csípt el. Hegedűs Dávid. Abdurrahman nem igen fér a labdához. Kis Máté. Nem jut el Hegedűs, Ignikházi ért oda. Gosztonyi. Kostić. Barci. Kis Máté áll be Barci elé. Fótyiknak tette ki a labdát Horvát, aztán éles. Vadász. Húha! Ez hajmeresztő volt. Szöglet következik, Rados még hozzáért tán, de nem vagyok benne biztos. De igen. Pilibaitis végzi el az első sarokrúgást a mérkőzésen, megkezdődött a 13. perc. Abdurrahman, ő emeli ki. George. Abdurrahman szorítja hátra. George. Most Kostićcsal. Kis. Ügyes játék. Pilibaitis. Bognár Tamás sípol. És szabad rúgást ítél befelé. Alig, hanem valamelyik segítőjétől kapott jelzést, és ez alapján a kulta sípjába Bognár. Valóban odaért Abdurrahman, de nem a labdával, hanem lábbal találkozott. Még pont a vonalon kívül. Megint Pilibaitis. Igen, veszélyes pozíció, amit az is jelez, hogy valamennyi Diós Győri mezőnyjátékos hátul a saját 16-osán belül. Háromtagú sorfal Pilibaitisszal szemben. Belelövi ebbe a sorfalba a litván. Burány. Szalai sípcsontjáról pattan fel, aztán be a védők mögé, Les. Harsányi volt Lesen. Itt a Les helyzet látványos. 26 éves egyébként a szlovákiai Harsányi Zoltán, az előző idényben megfordult Pécsen is. Ott korán sem volt olyan sikeres és eredményes, mint Mezőkövesden. Három meccset játszott csupán csereként. Gohér. Kostić. Dár. Abdurrahman. Visszaáll a mezőkövesdi csapat. Alapvetően támadó futballt szeret játszani sok passzal a vendég együttes, de olykor fel kell ezt adni, hogyha a helyzet úgy kívánja, mondta Weber György. Kis.
is támad vissza, Abdurrahman, Gohér, Kádár. Nem jut el futácsig, Kádár fejjel. Túl vagyunk az első negyed órán, gól nélkül. George, Harsányi kiugrásra készen, Pilibaitis, üres a bal oldal, éles, mellel teszi maga elé, és egy jó lövés élestől. Szépen csinálta a bal hátvéd, a labda átvétel és a lövés egyaránt ügyes volt. Azért kifelé kanyarodott a labda, tehát nem jelentett akkora veszélyt a kapura, mint első pillantás után tűnhetett. Mikházi. Futás tovább. Gohér. Labda, Hegedűs. És Gohér még ki tudja rúgni becsúszva. Nagyon kellemetlen ellenfél Hegedűs Dávid, mert egyrészt rengeteget kut, másrészt pedig nagyon jó a szerelő készsége is. Kádár bújik ki Harsányi mögül. Mindketten megfordultak egyébként Angliában. Kádár a Newcastle, Harsányi pedig a Bolton csapatában. Tobi, mármint Harsányi a tartalék csapatig jutott Boltonban. Kádár azért játszott az első csapatban is mérkőzéseket a Newcastle-nál. Kis. Szépen viszi a Gohér mellett, Kis. Középen csak Harsányi a vendégek közül, és a második hullámban jönnek még, többek között Pilibaitis. Egyelőre több próbálkozást látunk a mezőkövestől, igyekeznek lövésekkel befejezni az akciókat. Futácsot találta meg a kirúgással Rados. Futács Szalaival találkozott a levegőben, és fájlalja most a lábát. Harsányi, George, éles megint jön a bal oldalon, teljesen üresen, kicsit hosszan kapja, Rados. Valamivel pontosabb passz, akár gólpassz is lehetett volna érzésem szerint ezúttal George-tól. Barci. Abdurrahman. Kostić. Mostanyi. Kosticsnak hagyja ott. Mostanyi. Ügyes játék. Mostanyi tekeri kapu mellé. Mikházival játszott össze remekül. Egykori MTK-s játékosok egymás közt. Egyszer korábban említette nekem Tomislav Szivics, hogy nagyon szereti egyébként az MTK-ban nevelkedett, vagy ott megfordult labdarúgókat, mert ő is azt mondta, amit Weber György a középpályásai kapcsán tudnak focizni. Farkas. Harsányi próbál helyet csinálni magának. Pilibaitis, Vadász Harsányi elől. Éles. Pilibaitis. Nem jön be a csel. Eperjesi szerzett tőle labdát, aztán Pilibaitis a karját, a kezét is használja. Kap egy sárga lapot visszarántás miatt a litván. A negyedik meccse mezőkövesdi színekben a korábbi győri alapembernek, aki tavaly már csak négyszer volt kezdő az Etóban, hétszer beállt csereként és tízszer cserepados volt, tehát megváltozott körülötte a helyzet, nagyobb lett a konkurencia, kevésbé számítottak rá.
Itt viszont egyértelműen húzó ember Pilibajtis. Fótyik Szalai. Most passzolja előre a labdát Fótyik, nem így akarta George. Hegedűs húzza tovább, Kis. George ráfordul, és megpróbálkozik egy 16-oson kívüli lövéssel. Kostić. Be a védők mögé, de ez elérhetetlen. Barci még rá startolt azért. Harsányi támasztotta meg Gohért, Abdurrahman. Hegedűs csatája Barcival. Burány. Kádár hátra, Vadász. Kutácsot szereli nagyon erőszakosan Hegedűs. George viszi rá Vadászra a labdát. George szépen talál Pilibajtis elé. Pilibajtis Rados, és a kipattanót fölé rúgja Litván. Rendre jönnek a mezőkövesdiek a bal oldalon, és nagyon érdekes, hogy mekkora terület volt most Pilibajtis, korábban pedig éles előtt azon a területen. Nyilván nem véletlenül. Rados nagyon kellett ahhoz, hogy ebből ne kapjon gólt a DVTK. Burány csúsztatta ki a labdát. Gohér, Mikházi. Talán elérte a lábát Burány, nincs hívszó azonban. Hegedűs. Pilibajtis. Éles. Abdurrahman megy ki oda most. Éles. Eperjesiről pattan ki a labda. A második vendégszöglet. Pilibajtis arról az oldalról is. Huszonhárom perc telt el a mérkőzésből. Vadász. Pilibajtis. Most ballal megcsúsztatják, ez sem volt veszélytelen, finoman szólva sem. Hegedűs volt az, aki a hosszú saroknál még hozzáért a labdához. És nem tetszésének ad hangot a hazai publikum, veszélyesebb a vendégcsapat. Egyelőre nem nyomja meg a mezőkövesdieket a sok néző, ugye ez is szóba került a mérkőzést megelőzően. Taktikusan jól futballoznak Weber György játékosai. Gohér végzi el a szabadrúgást a 25. percben. Kicsit a napfény zavarja Hegedűst, illetve, bocsánat, Horváth Tamást. Hegedűst nem, mert ő fejelte tovább a labdát. Aztán futács. Kirúgás.
Eperjesi fejelte ki a labdát, mellette helyezkedik most Harsányi. Fotyik. Les. Ráadásul Harsányi még találkozott vadásszal, és kénytelen volt elnézést kérni ezt követően. Azt mondta Tomislav Szivics a Diósgyőriek honlapján többek közt, hogy egy nagyon kellemetlen csapat az ellenfél, amely idegenben jobban szerepel, mint hazai környezetben. Nos, az eddig látottak azt igazolják, hogy valóban nehéz, kellemetlen ellenfél a Mezőkövesd. Még sikerül középre tenni a labdát, nagyszerű, mellé! Kutács, a mindenit! Barci volt az, aki egy lehetetlennek tűnő labdát még befutott, és hogy tette középre? Nagyszerűen húzza meg, és pazar a beadás. Ez nagyon-nagyon kevésen múlott, az eddigi legnagyobb hazai lehetőség. Nikházi oldalra. Eperjesi, Kostics, Fotyik. Szeptember 16-án volt 23 esztendős Fotyik. Nem puhány védő, ezt jelzi, hogy tavaly Kazincz Barcikán egy szezon alatt 10 sárga lapot kapott. Gohér állítja le a labdát, az ő szabadrúgása következik. Horváth Tamás kéttagú sorfallal bíbelődik éppen, most már rendben van a helyezkedésük. Búrány és Kis a sorfalban. Szöglet. A Szöglet zászló ezúttal a hazaiakkal volt. Az első diósgyőri sarokrúgás. Abdurrahman helyezkedik ott a kapus előtt, Gohér. Megcsúsztatják! Mégpedig be a veszélyzónába, Vadász kért még hozzá középen. Majdnem sikerült végrehajtaniuk, amit elterveztek. Nem biztos, hogy hozzáért Vadász, elsőre úgy láttam, de lehet, hogy centikkel bár, de lemaradt róla. Hegedűs, Piribaitis, Hegedűs segít, de szabálytalankodnak közben. Négy-négy szabálytalanság, még ebben is döntetlen. Oda szépen tolták meg a labdát, Eperjesi. Lehet, hogy elizgulta most, belebotlott kicsit. Annyira nézte már futácsot, Eperjesi, hogy végül nem jött össze a beadás. A bemutatkozása előtt ötször ült cserepadon az élvonalban. Tavaly háromszor, az azt megelőző idényben kétszer. Ebben a szezonban két Liga Kupa mérkőzéssel lépett pályára Eperjesi, és játszott négyszer az U21-es csapatban. Piribaitis. Kádár oldalra.
Hiába igyekezett a labdáért Dosztonyi. Ez nem juthat el Harsányi Gohér, Farkasig. Fótyik. Pilibaitis, Fótyik. Ott marad még a belső védő, megint visszastukkolja Vadász jó helyre. Mehet Barci. Mikházi. Jó ütemben szabadul a labdától, Kostić. Pont eltalálja Nikházit, és ez így kirúgás. Nem esett jól Nikházinak szemmel láthatóan, nem csoda. Abdurrahman, Hazles, Kutács. Berettyán Péter emelte az ászlaját. Imeles helyzet, egyértelműen a védők vonala mögött Kutács. Harsányi. Gohér. Urány szerez labdát Gosztonyitól. George pedig azonnal visszalép érte. Abdurrahman kőkeményen. Urány is fellépett a támadással. Az ő oldalán indulna Gosztonyi. Megszállták azonban azt a területet villámgyorsan a sárga mezesek. Gohér. És megy tovább a bal hátvéd. Gohér teszi maga elé a labdát jól. És a beadása is jó. Éles. Harsányinak nem sikerül megjátszani a labdát. Barci, szép csel után. Barci, estében Farkas Balázs. Kádár. Gosztonyi, Kutács. Még tovább kotorja Nikházinak. Ő viszont már nem passzolt. Előző két meccsen szerezte három gólját Mikházi Márk. És mindkétszer betalált már az elején, tehát a Honvéd és aztán a Kaposvár elleni mérkőzésen is. Eperjesi, jó labda, Barci. Fótyik mellett a csel, Barci! És ott a vezető gól, Kutács a gólszerző. De legalább akkora érdem Barci Dávidé is, aki előkészítette ezt a találatot. Kutács góllal debütált a magyar élvonalban. És megvan a második találata. A Puskás Akadémia elleni mérkőzésen talált be az 58. percben. És most itt is ismét eredményes Kutács. Ez ragyogó csel, és a beadás is jó. Más kérdés, hogy vajon nem volt-e lesen Kutács, aki nagyszerűen lépett be minden esetre a védők mögé. Barcinak nem az első szép megoldása, és ezt már befejelte a center. Mezőkövesdi lövésekkel, aztán helyzetekkel indult a mérkőzés, de egyre többször odaért és veszélyesen odaért a Diósgyőr az ellenfél kapuja elé. Ennek most megvan az eredménye. Eperjesi.
Szép összjáték, Mikházi. Most túl sokat dajkálta a labdát, Barci már kérte volna tőle. Visszaszerzik a diósgyőriek, Kostics kap egyet Farkastól. Egy taktikai szabálytalanság, meg ússza lap nélkül a vendégek csapatkapitánya. Bohér szabadrúgása következik. Már karneváli hangulatban. Nagyon jó szabadrúgás. Sikerült még belecsúsztatni a Fótyiknak, aki mögött Kádár emelkedett már. Kostics, a második hazai szöglet, és nem véletlenül mutatjuk futácsot. A megtestesült régi veszély a 16-oson belül. Kostics, és bizony futács érkezett a kapufához, de már szabálytalankodott Abdurrahman. Szerint szabálytalanul akadályozta ellenfelét Abdurrahman, másra nem nagyon tudok gondolni. Harsányi tovább. George és Abdurrahman ütközik. George elesik. Nem bántották. Gosztonyi. Utács. Szalaival csatázik nagyot. Kifelé jár szabadrúgás. Ezt jelzi Bognár Tamás. Abdurrahman lehúzza a fejét, Vadász. George még oda tartott, már Sipso után egyébként, úgy érzem. Megint Vadász járt rosszul. Hát keményen oda nyomott George, mi tagadás. Kádár. Utácsot megtámasztja Szalai, így aztán Horváth szedheti fel a labdát. Bohér. Gosztonyira rábombázta még Szalai. És kipörgött a labda, tehát bedobás lesz csak, és nem kirúgás. Mikházi. Szalai eltalpalja a futás mögül kinyúlva. Hegedűs, az jó élesnek. Barci lezárja a területet előtte, nem Barci kezdett ott a jobb szélen emlékeim szerint, amióta ő futballozik ott a vonal mellett, kevésbé veszélyes onnan a mezőköves, nincsenek akkora üresen hagyott területek. Abdurrahman. Barci tovább, Kostics, elveszítik George. Éles. Utács is visszazárt. Jobbnak látta hátrafelé passzolni ezek után Hegedűs. Vadász.
Marci néz fel és indítta már Nikházit. Fotyik. Nikházi szorításában. Kostić hátra, Kádár. Kevesebb, mint 5 perc van hátra ebből a játék részből. Gohér, Nikházi, az Boka, Farkas Balázs találta el Nikházit. Az eddigi egyetlen gólszerzőt láttuk, az imént Kutács Márkót. Gosztonyi élesen, nagyon veszélyesen tette középre. Arra a területre, ahol Kádár, Abdurrahman és Kutács is érkezett. Abdurrahmanról ment ki végül a labda, Kádár nem érte el. Barci hátra. George zavarja Radost. Kutács. Szalai lök. Szalait intette még magához Bognár. És Kutáccsal is volt megbeszélni valója a játékvezetőnek, pedig látszólag nagyot harcolnak, de sportszerűek. Innen a messzi távolból úgy látszik. Kostić. Gosztonyi. Ügyesen tartja meg Gosztonyi, kis mellett is elviszi. Barci még elérheti, élesnek hozzá kellett érnie. Az első félidő hajrája, de inkább második fele, egyértelműen a diósgyőrieké. Addig is többet birtokolták a labdát, mégis azt mondhatjuk, hogy inkább a mezőkövesdiek elképzelései szerint alakult a találkozó. De ez megváltozott. A 44. perc, Gohér, kis szöglet, Barci, újabb sarokrúgás, Harsányi odaért. Után settenkedik az 5-es felesen belülre, és ő fejel mellé pattan. Ráadásul egy diósgyőriről, hiszen kirúgás következik. Minden beadás életveszélyes, hiszen ott van Kutács. Kádár. Pilibaitis. Farkas. Eperjesi. Elég kényelmes volt, de jól oldotta meg. Fotyik. Szalai. Rosszul sikerült indítási kísérlet, de még rosszabb felszabadítási próbálkozás. Pilibaitis, átjátsza Abdurrahman. Pilibaitis. A lövése nem sikerül. Az egyik legaktívabban próbálkozó labdarúgó Pilibaitis, de volt sem ő sem a mezőkövesdiek másik játékosa nem szerzett. Kutács viszont igen, aki egyértelműen a mezőny
legveszélyesebb labdarúgója, bár hozzáteszem, hogy ebben a gólban azért Barcinak is elévülhetetlen érdemei vannak, de a feljátékával, a testi erejével futás állandó veszélyt jelent a vendégek kapujára. A gólszerző már közeledik, sőt, ott is van Varsi Gergőnél, úgyhogy hallgassuk meg az első játékrészről Kutáncsot. És jól játszik Bacsa. Itt pedig Tálai András, a mezőkövet elnöke. Szóval Bacsára visszatérve, nagyon-nagyon jó teljesítményt nyújt ebben a szezonban. A csapat legutóbbi hazai mérkőzésén gólt szerzett, csak úgy, mint azt megelőzően Puskás Akadémia ellen Székesfehérváron. És nyilván most is ezt várják tőle többek között. Nikházi behúzódott középre, Elek mellé, tehát ők lesznek a Kostić-Abdurrahman páros a középpálya tengelyében. Bacsa pedig egyelőre a jobb oldalon, ahol Barci futballozott. Barci így most belül, Kutács mögött játszhat majd. A labda Gohér kezében. Kutács. Szalai rúgja el a labdát, George. A leshatárról Kádár. Tartotta a lépést a csatárra a Kádár Tamás. George. Érezték Gohérék, hogy az a terve, hogy elviszi kettejük között. A Védersz lezárt páros. És a mezőkövesdi drukkerek. Mindig vannak egyébként az idegenbeli mérkőzésen is néhányan, most a szokottnál azért valamivel többen a megyei rangadón. Kádár, Gohér. Barci elől teszi haza Szalai a labdát. Horváth volt a csapattársak Barcival Újpesten. Vendégszabadrúgás. Annyit változtatott egyébként Weber György, hogy Harsányi kihúzódott a bal oldalra, és George most belül. Tehát a csúcsék, Harsányi lehet, hogy a szélen jobban meg tudja majd húzni, mint ott belül. Most kapja a labdát, és pont Eperjesivel szemben játszik, aki ugye rutintalan játékos. Talán erre is alapoz Weber György. George. Bacsa lép oda jól. Aztán viszont már éles teheti középre a labdát. Vadász. Csak Georgig. Elek hagyta ott a lábát. Burány. Pilibaitis, aki a balszérről bement középre. Bacsa két sárga mezessel, mintha rárúgták volna a lábára, így volt. George. Elek szerez labdát, Nikházi. Szabadrúgás. Kispár Róbert jelzett, Kótyik volt szabálytalan. Eperjesi. Kádár. Barci röviden, Hegedűs viszi el a labdát, George. Ez Eperjesié.
George kér elnézést felemelt kézzel. Visszakerült a kezdőcsapatba, az előző két mérkőzésen csere volt. Legutóbb Paksa nyilván a kiállítás okozta kényszerűségek miatt többek közt nem is lépett pályára George Menugong. Farkas előre, Pilibaitis. Elek mellett be középre, Vadász. Mikházi. Barci rendületből viheti rá a védőkre. Barci tovább, bacsamozok befelé. Kijön a kapus. Büntető. És akkor valószínűleg piros lap is. Így van. Horváth Tamást is kiállítják, ahogyan az előző fordulóban a másik mezőkövesdi kapus Szántait. Borzasztóan nehéz helyzetbe kerülnek a vendégek. Ez nem őszinte mosoly, ugye nem kell magyaráznom. Ez az volt. Hiába mondja Horváth, hogy nem érte el, bacsát. Nagyon-nagyon elkésve jött, és szerintem el is érte ráadásul. Picsor Dávid most mutatkozhat be az élvonalban, nem a legkellemesebb helyzet a cserekapus számára. Nem csak, hogy hidegen kell bejönnie a kiállítás miatt, de ráadásul még úgy, itt van a szabálytalanság még egyszer, hogy büntetőt rúghat az ellenfél. Jól emlékszem, egyébként Kövesfalvi István például így debütált az élvonalban, aztán egészen sok mérkőzést játszott még ezt követően. Valakit le kell azonban hozni, még egyelőre gondolkodnak Weber Györgyék, hogy ki legyen az, hogyan alakítsák át a csapatukat. Természetesen nem sietnek a mezőkövesdiek, kapus nélkül úgysem folytatódhat a játék, és így egy pici ideje maradt Picsornak is, hogy legalább néhány bemelegítésre emlékeztető mozdulatot végrehajtson. Bognár Tamás nézi az óráját, hogy mennyit kell majd hosszabbítani. Itt van Picsor Dávid. NB2-es tapasztalata van. És van válogatott beli tapasztalata is. Igaz, nem a nagypályás, hanem a strandlabdarúgás tekintetében. Harmadik számú kapusból hirtelen ott találja magát a Diósgyőri pályán. És büntetőt kellene védenie. Pilibaitis az, akit lehoznak végül. De ez majd most válik hivatalossá. Harsányi kap még néhány tanácsot, vagy utasítást, és akkor Pilibaitis hagyja el a pályát. Nem lehetett könnyű döntés. ...54. Perc a mérkőzésen. Ha ez belövi a diósgyőri csapat, akkor minden bizonnyal eldőlt ez a mérkőzés, hiszen emberelőnyben játszanak a folytatásban. Futács Márkó fut a labdának, és beburítja. Becsapta Picsort, aki a másik oldalra indult. Futás duplájával 2-0. És Futács csatlakozva Nikházihoz, most már 3 gólos a diósgyőriek közül. A diósgyőri csapatának gólszerzője a
negyedik magyar élvonalbeli mérkőzése egyébként a gólszerzőnek ez a mai. George Lesről lépett vissza. Azt néztük nyilván sokat magammal, hogy történt-e szabálytalanság, hogy hogyan történt, de azért azt érdemes kiemelni, hogy nagyon szép támadás előzte meg a diósgyőriek részéről ezt a bizonyos büntetőt és piros lapot. George. Harsányi röviden, Barci csapla a labdára, Szalai játsza haza előle. Vadász. Kerek. Eperjesi megy előre. Róla megy ki végül. Éles megtámasztotta. Éles nagyot dob oda George mellére. George. Túl sokáig cipelte, persze nehéz lett volna társat találni a Kádár. Elek Kádárnak. Futács. George kéri el a labdát teljesen tisztán. Barci odapiszkál, George. Farkas. Búrány, Fótyik. Éles. George, Harsányi már megy is mögé. Szabad rúgás befelé. De lent marad egy diósgyőri, Eperjesi fogja a fejét. Rados szeretne oda két embert legalább. Most már megvannak Eperjesi és Gosztonyi. Az a duó, akik a sorfalt alkotják. Sőt, kell egy harmadik is, Nikházi. A labda mögött pedig Kis Máté. Kis megpróbálta kapura lőni. Gohér fejeli ki, Hegedűs vissza, Fótyik. Még elő volt a beívelés után. Farkas. George, ott van mögöttek is. Nem jött be tökéletesen, amit szeretett volna George. Kis középre, hoppá! Nem kapura akarta, de behullott volna, hogyha Rados nem simítja fölé. A harmadik vendégszöglet. Kis Máté. Vadásznak sikerült tisztáznia. Éles. Elek, oda Barci elé. És Barci megiramodik Burány mellett. Barci tovább. Gosztonyi. Nagyszerű trükk. Gosztonyi már azt nézi, hogy kik vannak középen.
Látta nyilván Szalait is, de nem neki akarta oda tenni. George szabálytalan, de a Diós Györgyeknél marad a labda. Vadász, Nikházi. Kádár kapta Radostól. Nikházi. Eperjesi indul befelé a jobb szélről, Foltyi. És semmit a túlbuzgó lett volna, de végül is Harsányihoz juttatta a labdát. Azért mondom, hogy túlbuzgónak tűnt, mert hosszú volt az indítás Eperjesinek, nem kellett volna így bevetődni tán. Kádár. Nikházi, Barci, Nikházi. Rövidesen megint cserélnek majd a vendégek. Gosztonyi elesik, aztán Burány zuhan át rajta. Kirúgás. Íme a büntetőt megelőző helyzet, és aztán a szabálytalanság. Barci azért itt is nagyon komoly szerepet játszott. Balajti érkezik majd, egy volt Diós Győri, a DVTK színeiben debütált az élvonalban Balajti Ádám 2009-ben. Ő sétál oda az oldalvonal mellé, George Menugongot váltja majd. Akár már most is, hiszen kint van a labda. Most a csere az egyik volt Diós Győri, egy másik volt Diós Győrire cserél a vendégcsapat. Innen ment Debrecenbe annak idején Balajti. Zsagnyelugongot tapsolja meg közben a publikum. Részese volt a feljutásnak, a visszajutásnak az élvonalban, és aztán szerepelt George. Barci tovább, futács. Barci nagyon szépen vette le. Gosztonyi. Kismáté csapja be nagyon-nagyon. Egy rosszul sikerült mentési kísérlet. Nikházi és Ficsor. Gosztonyinak nem az első trükkje jött be. Aztán Szalai volt az, aki nem tudta elrúgni a labdát, így szerezhetett volna gólt Nikházi. Azt nem mondhatjuk, hogy Kismáté nem ismeri Gosztonyit, mert ugye voltak a válogatottban csapattársak. Ezzel együtt megette ezt a cselt. Közben elvégezte a szögletet a Diós Győr. Passznak jó, csak éppen lesen van Bacsa. Barci lövésnek szánta ezt nyilvánvalóan. Imeles helyzet. Futács és Bacsa is a védőponala mögött. Vadász. Balajti megy a labda után, Rados. Elek. Rátámaszkodik Farkasra. Szalai. Barci zár vissza. Barci Dávid az elmúlt szezonban egyetlen egy mérkőzést játszott csereként a magyar élvonalban. Nyilvánvalóan a rendszeres játék lehetőség, illetve
az a munka, amit itt elvégez, nagyon sokat jelent a pályafutása szempontjából. Harsányi. Eperjesi szúrt közbe. A negyedik vendégszöglet, 65. perc. Utács hátul is jól fejel. Hegedűs lőtt el aztán a labdát. Elek. Nikházi. Bacsa, aki besettenkedett középre, és most kiugrásra vár. Bacsa. Szalai másodszor sem tudja szerelni. Bacsa! Még mindig ő benn van! A minden itt milyen gól! Jó, persze kellettek hozzá a védők is, de ezt végigvinni mestermunka Bacsa Patriktól. A harmadik gólja ebben a bajnoki szezonban. Megint beállt cserekért, és megint betalált. Nyugodtan kijelenthetjük, bár még sok van hátra a meccsből. Megvan zsinórban a hatodik diósgyőri győzelem. Itt próbálja meg először szerelni Szalai, itt másodszor, és aztán még élest is becsapja Bacsa. Fótyik sem tudja elrúgni a labdát. Három védő is közrejátszott abban, hogy ebből gól született. Három védőt is meg kellett tréfálni a Bacsának abból, ahhoz, hogy ebből gól legyen. És most már amiatt aggódhattak a mezőkövesdiek, hogy nehogy nagyon csúnya legyen az utolsó 20-25 perc. Hegedűs. Harsányi. Nikházi mellett könnyedén viszi el, aztán Eperjesi nyúl közbe. Gohér. Vadász. Ahogyan már az elején azt említettem, egyetlen egyszer volt arra példa a Diósgyőr élvonalbeli történetében, hogy hat meccset egymás után megnyerjen a csapat 1978-ban, amikor a szezon végén bronzérmes lett a DVTK. Bacsa, még összezárnak előtte éleség. Elek. Kosztonyi húzza tovább. Balajti. Főszereplő a mérkőzésen, és ha már a munkát említettem. Köszönöm! Szegény Weber Györgyöt láthatjuk, akinek kimondottan jól kezdett a csapata. Aztán jött ez a fejes gól, és a piros lap, valamint a büntető, amely mindent eldöntött. Szóval az NB1.hu-nak nyilatkozott Kovács Zoltán, és azt mondta, hogy azt nem tudja, arról nem tud beszélni, hogy mi volt itt korábban, de azt látja, hogy most milyen munkát végeznek. Azt mondta egészen pontosan, hogy ez nem csak magyar szinten nagyon komoly. Elek. Farkas csúszik oda, és nem bántotta Eleket. Kis. Bacsa. Nagyon szépen tartja meg. Bacsa Patrik még. Utács.
és Ficsor. Harsányi adja el a labdát, Barci. Nikházi, Hegedűs találta el a bokáját. Rövidesen Batioha érkezik majd a hazai csapatba. Kádár. Belelépnek Kádár passzába. Éles, Harsányi. Nikházival, Harsányi. Átjátszani Kházit. Szép szóló, Harsányi középre, Balajti gól helyzetben, és egy nagy blokk. Majdnem összejött a szépítés a Mezőkövesnek. Harsányi előkészítése és szólója nyomán. Most a csere érkezik Batioha, mégpedig Gosztanyi helyére, aki először volt kezdő. Egyelőre még nem játsza végig a meccset, hosszú-hosszú, komoly sérülés miatti kihagyást követően. Augusto Batiohának adja át a helyét. Batioha most harmadszor kap lehetőséget csereként. Ekvádori játékosról van egyébként szó, aki Szerbiában futballozott korábban. Egykori ekvádori ifjúsági válogatott Batioha az OFK Beograd csapatából érkezett. Vadász. Barci egészen mélyen hátul most. Elek. Barci. Utács fordul meg. Nikházi. Batioha. Élesen keresztbe, Bacsa marad le néhány centivel. Ebben is volt elképzelés bőven, és gólveszély is. Nem sikerült rosszul Batioha első megmozdulása a meccsen. Bizony kevésen múlott. Rados gyűjti be a labdát. Egyelőre ezen a mérkőzésen sem kapott gólt. Nem akármi, hogy ebben a szezonban még egyáltalán nem vették be az ellenfelek a kapuját. Batioha. Persze, ahogyan Szibics mondta ezt a Diósgyőri honlapon, ahhoz, hogy gólt rúgjanak kell a kapus, ahhoz, hogy ne kapjanak kellenek a csatárok, a mezőnyjátékosok is. Nikházi viszont kapott egyet most. Eperjesi rúgja ki a labdát, hogy a megsérült Nikházit lehessen ápolni, és közben Hegedűsnek felmutatja a sárga kártyát Bognár játékvezető. Ő volt ugyanis, aki megrúgta Nikházi Márkot. Mezőköves csapatánál sárga lapot kapott a 24-es számú Hegedűs Dávid. Két győzelem után a harmadik meccsén marad nyeretlen a Mezőkövesd, és nagyon szorosod hátul a mezőny, tehát elképzelhető, hogy ez több pozícióba is kerül majd a táblázaton a csapatnak. A Diósgyőr viszont, ha három ponttal gazdagodik, akkor dobogós. A Debrecent egészen biztosan megelőzi. Az, hogy második vagy harmadik lesz a fordulót követően a csapat, a Ferencváros eredményétől függ.
Egyébként a következő fordulóban a DVTK majd Paksra látogat, nem lesz könnyű feladat. A paksiak otthonában pályára lépni, Tomislav Szilics volt csapatával találkozik tehát. A mezőköves pedig a haladást fogadja. És a szombathelyiek sem tartoznak az egyszerű ellenfél kategóriájába. Kádár. Egyébként mindkét csapat áll még a Magyar Kupában, ez a Diósgyőr esetében nem meglepő, mert ők most kapcsolódnak be, és az Uany híradóban nyilván sokan látták önök közül is a sorsolást. A Cigánt MB3-as csapatát kapták. A mezőkövesnek jóval keményebbnek ígérkező rivális jutott, a Pécs, ráadásul idegenben lépnek majd pályára. A mezőköves egyébként már 3 meccset is játszott, ugye tavaly másodosztályú csapatként előbb kellett, hogy bekapcsolódjon. Ajaj! Bognár azonnal jelzi, hogy ápolni kell Foltyikot, és ápolni kell Futácsot is. Én elsősorban Foltyikot féltem, azért, mert ő neki már eleve volt egy fejvédője, nyilván egy korábbi koponya vagy fejsérülés okán. Úgy fest azonban, hogy rendben van. Ahogyan mindketten rendben vannak, keményen összestukkoltak. Jól van, szerencsére nincs különösebb gond, úgy tűnik, hogy mindkét játékos teljesen rendben. Picsor és Bognár mosolyog össze. És visszatérnek az ápolás után a felek, pályán Foltyik, és pályán a két gólos Futács Márkó is. Kádár csúsztatja haza Radosnak a labdát. Elek. Barci. Batioha. Nem sikerül maga elé tenni a labdát. Hegedűs tovább. Harsányi. Vadász még befelé indul. Most megy ki Harsányira. Harsányi. Telibe találja az egyik biztonsági őrt, aki ugye feladatának megfelelően háttal áll a pályának. Egy kicsit megbillent, mert volt erő azért a lövésben, de kihort a lábon. Megint fordulnak a mezőkövesdiek. Balajti. Most érkezik segítség, nem passzol azonban Hegedűshöz. Eleme megjátsza Harsányit. Harsányi sarokkal, ezt tetszetős. Farkas Balázs. Bocskár elkerüli a labda a kaput. Vadász. Gohér. Nikházi. Foltyik és Futács. Utóbbi megtartja a labdát. Gohér. Elek. Megint mélységből indul Bacsa, de ez nem jó labda most. Urány. Kis befelé. Szalai. Kis Máté rástartol, de Kádár jóval kedvező pozícióból indul. És kis volt az, úgy látom, inkább Urány.
Eperjesi. Jól oldja meg Harsányi mellett. Nikházi. Barci. Szép. Nagy kedvel, látványosan jól futballozik Barci Dávid, és hasznosan. Bacsa. Kis szereli, Burány. Már megint a Diósgyőrieknél a labda. Bacsa. Nikházi. Kutács. Keresi a lövő pozíciót. Kutács. Ez sem rossz, de mennyire, hogy nem. Batioha. Ott a negyedik. Gyönyörűen végigjátszották. Megvan az első gólja Batiohának a magyar élvonalban. Éppen a minap faggatták erről a Diósgyőriek honlapján. Mondta, hogy gólpassza már van. Meglátjuk, hogy mikor jön a gól. Megvan rá a válasz. Ahogy mondtam, Kutács kereste a lövőpozíciót, de aztán óriási labdát adott. Itt érdemes nézni, ahogy Gohér elindul, és Gohér nagyon-nagyon önzetlen. Övé a gólpassz, Batiohájé a gól. Augusto! Augusto! 4-0. És milyen érdekes az élet, milyen érdekes a sport. Gondoljunk arra, hogy a negyedik fordulót követően 3 döntetlenje volt a diósgyőri csapatnak, és egy veresége, mindmáig egyébként egy veresége van a csapatnak, a Debrecenben elszenvedett 4-0-ás zakó. Nos, utána elmentek Pápára, és az utolsó percekig úgy tűnt, hogy egy 0-0-ás döntetlenre futja csak, közben Balajti kapott sárgát. És aztán jött Nagy Tamás öngólja, ugye ráadásul még itt futballozott tavaly Diósgyőrben, és azzal a meccsel gyakorlatilag megfordult minden. Azóta csak nyer a DVTK. Még egy jó beadás. Batioha, elcsúsztatják előre. Éles. És szabadrúgás kifelé. Picsor, aki 2 gólt kapott, az egyiket büntetőből, a másikat olyan szituációból, amikor abszolút kiszolgáltatott helyzetben maradt. Sőt, 3-at, bocsánat, mert ott volt Bacsáé, amikor elment a lábak között a labda, hát arról sem tehetett, mit mondjak. Gohér. Bacsa. Nikházi. Barci. Elek. Szép labda átvétel. Futás néz középre. És ott az ötödik, bent volt ugyanis. Bacsa. Hálót nem ért a labda, kipiszkálta a gólvonal mögül. De tényleg csak a gólvonal mögül, Picsor Dávid. Bacsa második gólja. És ez benne volt a levegőben, mármint hogy csúnyán megszorhatják a mezőkövesdet a kiállítás után, mert érezhető volt. Egyrészt a diósgyőrieken, akik nagy kedvel látványos megoldásokat is bevetve futballoztak, másrészt pedig a vendégeken, hogy nagyon-nagyon megfogta őket az a kiállítás, és az, hogy azzal eldőlt a meccs. Ezúttal előkészítő volt a 2 gólos Futács. Bacsa pedig beáll, és csereként szerez 2 gólt. És már Barci viszi fel a labdát. Az utolsó pillanatban még utolérte őt
Farkas Balázs. Ha jól vettem ki Farkas szavaiból, egy vacsora meghívás Barcinak. Ha nem jól, akkor lehet, hogy azt nehezményezi, hogy visszaszólt Barci, hogy ne könyököljön. Nem tudom egyébként, hogy Farkas használta a könyökét, minden esetre ezt nehezményezte Barci. Farkas! Elek állítja meg szabálytalanul. Hegedűs, Burány, Kis, Burány előtt a labda, most már Bacsa előtt a labda, nem tudja azonban átfűzni Burányt. Rövidesen Baggi István, és ezzel harmadik egyben utolsó cseréjét is felhasználja a vendég csapat. Mezőkövesi szabadrúgás a 86. perc végén, inkább a 87. elején, négy tagú sorfal. Harsányi és Kis is ott van. Előbb azonban a csere, érkezik tehát Magi, elhagyja a pályát, Hegedűs Dávid. Magi második meccse. Nem lesznek szép emlékei az elsőről és a másodikról sem, hiszen az Újpest elleni 1-6 alkalmával állt be csereként. A 87. perc, Balajt lőtt el végül, Bacsa szabálytalanságot észlelt, Berettyán Péter ezt jelezte nyomban a játékvezetőnek, Eperjesi, Mikházi, Matió hát nem merte kiugratni, mert hogy lesgyanús volt a pozíció, Elekre rúgják rá, Picsor, Matió hát. Mikházi. Batioha. Éles mellett, aztán Mikházi. Bagi. Hosszan szökteti magát. Tehát azok a szerencsi szurkolók, akik regisztráltak a fotózásra, induljanak el. Eperjesi, Bohér. Bacsa. Balajti. Kádár. Kirúgás. Rárúgta még ellenfelére. Örömünnep Diósgyőrben, Zsinórban hatodszor győz a csapat, 7 mérkőzés óta veretlen és dobogós az OTP Bank Ligában. Picsor pattogós labdát kap, de ezért elrúgja. Kutács. Batioha.
és hasonló lett a vége ennek a borsodi rangadónak is, mint az 1981-esnek. Akkor az Ózt kapott itt egy nagy zakót, 5-1 lett a vége. Most a Mezőkövesd, amely a kiállítást követően 4 gólt is kapott, és ugyancsak nem úszta meg 5 alatt. Nehezen indult a Diósgyőr számára, de aztán már az első félidő vége felé fölényben volt a gólt is szereztek a hazaiak, és ahogy mondtam, a piros lap és az értékesített büntető teljesen egyértelművé tette a sikerüket, amelynek a gólkülönbsége végül jelentőssé vált. 3 perc a ráadás a mérkőzés végén. Harsányi. Harsányi szeretne dobni, de nem fog. Most biztosan nem. Vadász. Mikházi. Harsányi letarolta, alig hanem indulatból, még az előbbi esetet követően. Bohér. Batioha. Jó labda átvétel után. Aha. Bacsa húzza tovább talpa. Még egy csel, még egy tolás. Bacsa nem hagyta Gohérnak, pedig a ballábasnak jó lett volna ez a szitu. Bacsa! Végre jött egy ember, aki megállította, szinte hihetetlen módon. Szalai szerelte Bacsát, úgy tűnt, hogy nem lehet tőle elvenni a labdát. Bacsa csel sorozata. Búrányt is átjátszotta még, aztán Szalai már nem jutott túl. Nem csodálom, hogy tetszik. Szép időszakot él a diósgyőri labdarúgás, és Tomislav Szibics is a csapat edzője. Elek lecsorog, és Ficsor begyűjti. Megkezdődött a 93. perc is. Több volt ebben a meccsben érzésem szerint a Mezőkövesd számára, de az emberelőny adta lehetőséget, kíméletlenül kihasználta a hazai együttes. És az mindenképpen elgondolkodtató persze az újonc csapat és számára is, hogy nem először omlik össze az együttes, amely a múlt héten óriási tartásról tett tanúbizonyságot. Most ez nem így volt, persze nagyon erős és jó ellenféllel találkozott a Mezőkövesd. Balajti húzza, vonja, szabadrúgás befelé. Letelt közben a 3 perces ráadás. Már csak az a kérdés, hogy Rados lehozza-e zsinórban a 6. meccsét gól nélkül, és 6-szor is úgy győze a DVTK, hogy nem kap gólt. Mert az előző 5 meccsen bizony ez volt a helyzet. Ez már a 94. perc. És nem kap gólt a Diósgyőr. Itt a vége ugyanis. 5-0-ra győz a hazai együttes, Futács és Bacsa duplázott, Batioha is megszerezte első gólját Magyarországon. A borsodi rangadót tehát Szibicsék nyerték, és dobogós a DVTK a forduló után, ez már egészen biztos. Én pedig valamennyi kollégám nevében köszönöm innen a figyelmüket, már is jön utánunk az MTK Kecskemét találkozó, a tehetik, maradjanak velünk, viszontlátásra!